Krisztusban, szeretett testvéreim! Vigília, azaz virrasztó szentmisét mondunk, lelkipásztori megfontolás miatt is, hiszen egy időben négy helyütt a plébános atya nem tud éjféli misét mondani. De ez a vigília szentmise már teljesen hozzá kapcsolódik Jézus születésének az ünnepléséhez. Az ősegyház egyébként is a nagy ünnepeket mindig virrasztással, imádsággal készítette elő. Hiszen fönt lenni sokáig az már egy fáradtságot, egy önmegtagadást is jelent, és ezzel is lelkünket készítjük elő az Istennel való találkozásra. Azon az éjszakán, amikor Jézus megszületett, az angyal keltette fel a pásztorokat, meghirdette nekik az örömhírt, és tanította őket imádkozni. Az ég tanítja a földet imádkozni. Addig is imádkoztak az emberek valamilyen formában, de itt az isteni kinyilatkoztatás az angyalok által mutatják meg a helyes imádságot. Imádsággal kell készülni lélekben az igazi ünnepre, hogy örömünk legyen. Mai hírekben hallottam, hogy évente 1 millió ember öngyilkos lesz, de nem Magyarországon, hanem a világon, de Magyarországon is 5-6 ember naponta, és ilyenkori karácsony tájékán nagyon sokan ilyen depresszióba esnek, és foglalkoznak az öngyilkosság elkövetésével. Ezek az emberek minden bizonnyal sajnos nem hívő emberek. Mert ha hinnének és imádkoznának, akkor még ha magányosak is, akkor is az ünnep elérné őket. Mert ne felejtsük el, az első karácsony nagyon számkivetett körülmények között volt megtartva, már maga az is, hogy egy várandós asszonynak útra kellett kelnie akkori körülmények között, hogy a népszámláláson részt vehessen, hiszen fordítottja volt abban az időben, mint a mi népszámlálásunk alkalmával, hogy jöttek ezek a népszámláló biztosok, kitöltötték a híveket. Akkoriban kevés írástudó volt, ezért mindenkinek arra a helyre kellett menni, ahol született, ott összeírták őt. Hát ez is egy ilyen profán, nagyon hétköznapi, és egy megpróbáltatásokkal járó dolog volt a szűzanya részére, ez az útrakelés néhány nappal Jézus szülése előtt. És aztán, hogy nem találnak helyet a szálláson, és barlangistálóba húzódnak meg, ez is azt mutatja, hogy végül is minden körülmények között lehet az Istennel való találkozás, és az igazi lelki ünneplés. Mert akkoron ott örült a szűzanya, Szent József, és azok a pásztorok, akik az angyal szavára elmentek, hogy meglátogassák. Ez lesz a jel. Kisdedet találtok pólyába, takarva és jászolba fektetve. Nagyon egyszerű, és mondhatni azt, hogy hihetetlen vagy nagy hitet kívánó jel, hogy ott látnak egy kisgyereket, akiről azt mondják, hogy a világ üdvözítője az Isten fia. Micsoda hitet kívánt ez az akkori pásztoroktól. Valahogy most is így van az Istennel való találkozásunk, hiszen a szentségekben mi találkozunk az Úrral,
hisszük, hogy az Eukarisztia Krisztus teste és vére, de külsőleg egyáltalán nem ezt mutatja. Külsőleg a jel, a kenyér és a bor, és mégis hisszük, hogy Jézus itt van köztünk, nekünk adja önmagát. Ugyanolyan nagy hitet kíván, mint amilyen hitet kívánt a pásztoroktól. És örömet hirdetett az angyal. Öröm sokféle van az ember életébe, kisebb és nagyobb. És ezeknek közös jellemzője, hogy általában elmúlnak. Várunk valamire, készülünk valamire, de amikor az beteljesedik, akkor már az ember újabb feladatok és remények felé néz, így azt lehetne mondani, hogy egész életünk valamiképpen annak a keresés, hogy hogy lenne jobb nekünk, hogyan lehetnénk boldogok, hogyan lehetnénk örömben. Még a nagybeteg ember is esetleg azt akarja, hogy kevesebb fájdalma legyen, hogy jobb legyen a közérzete, valamiképpen még az is azt keresi. Tehát az egész életünket ez gyerekkortól megjellegzi, hogy keressük a jobbat, az örömöt, a boldogítót, de nagy tapasztalatunk az, hogy ezek elmúlnak. Az az öröm, amit az angyal hirdetett, az nem csak úgy maradandó öröm, hogy most már 2000 év óta hirdeti egyházunk, hanem egy ember életében is, hiszen itt a világ üdvözítőjéről, megváltójáról van szó ebben a hirdetésben, hogy ő jött közénk, és az ember életének nagy kérdéseit megoldotta. A szenvedésre, a halálra választ adott az ő föltámadásával, és ez már a születéssel elkezdődött ennek az örömnek a meghirdetése. Nincs más üdvözítőnk, nincs más megváltónk azóta sem. A világ számtalan bajtól szenved. Legyenek azok gazdaságiak, erkölcsiek, aztán szegénység, aztán sok-sok megbomlott család élete. Ez mind olyan, ami megnehezíti és szenvedésekkel telíti az életünket. Keresünk rá megoldásokat. Azok a megoldások, amit a világ tud adni, azok mindig ideig valók. Jézus Krisztus az üdvözítő és a szabadító. Ezért az a jó hír, amit az angyalok hirdettek, el nem múló. Olyan hír, ami mindig hír marad. Karácsony estéje van. Lélekben legyünk ott, a betlehemi barlang istálóban, ahol Jézus és a szűzanya, Szent József és a pásztorok imádták Jézust és köszöntötték. Az elmékedésben Loyolai Szent Ignác azt ajánlja, hogy teljesen helyezzük magunkat, képzeljük el magunkat abban az evangéliumi jelenetben, amelyet úgy az elmékedés földolgozására választunk, mintha mi is ott lennénk. Képzeljük oda magunkat, hogy ott vagyunk, és nekünk is szól az angyal, és a pásztoroknak a hitével vegyünk részt a találkozón, és imádjuk Jézust. És azt az éneket, azt az imádságot pedig mindennapivá tegyük. Ami dicsőséget ad az Istennek, és békességet a jó akaratú embereknek. Az emberek szoktak dicsőséget adni egymásnak, kitüntetik egymást, emlékoslopokat meg, sok egyebet állítanak, ezek is mind múlandóak. Egyedül az Istennek van maradandó dicsősége ebben a világban.
és ő tud békességet adni a jó akaratú embereknek. Hiszen békességre olyan nagy szükség van. Ott azon a földön, ahol Jézus született, most is háborúság dúl. Olvastuk itt az evangéliumban, hogy amikor az első összeírás volt, akkor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába. Szíriában, napjainkban is dörögnek a fegyverek. Sok ezer ember halt meg az elmúlt években. Vajon miért? Mert nem adják meg Istennek a dicsőséget, és nem akarják jó akaratúlag keresni a békességet. Politikai, nagyhatalmi okokból, önzésből, emberi ösztönösségből. És mindaddig a világ sorsa nem javul, amíg ezt a kettőt, hogy Istent imádjuk, és a jó akaratú emberek számára békességen dolgozunk, nem követjük, addig nem is lesz béke ebben a világban. Jézus Krisztus, aki eljött közénk, a megváltás, az üdvösség jó hírét hozta, és azt akarja, hogy ugyanolyan hittel, elköteleződéssel, mint ahogy Mária, József és a pásztorok vették őt körül, legyünk mi is Jézus tanítványai. A hit évében, amikor beszélünk a megújulásról, a lelki megújulásról, az újra evangelizációról, akkor ennek nagy fontossága van. Hiszen nem lehetünk sem kihaló nemzet, sem hitét elhagyó nép, mert az a végünket jelenteni. Legyen a karácsonyi szentmisénknek ez az alkalma, egy fohász, egy kérés is, hogy a hit kegyelme erősödjék bennünk, és a szeretet tetteit gyakoroljuk, legyünk jó akaratú és jó tettő emberek, hogy karácsony ünnepe igazi örömnek, maradandó boldogságnak legyen a forrása. Amen. Hiszek az egy